Sok szeretettel köszöntök mindenkit. Mai videóban a Mecsek Intercity Part 2-t fogjuk megtenni. Pécsről Dombóvárra fogunk vele utazni, Halberstadti vezérlőben, ami ráadásul már tengelices, ahogy az intróban is láthattátok. És hármas kocsi vagy, ugye én meg jobb szeretek itt utazni, mert nagyon jó. Nem biztos, hogy nem, mert egyesre kezdődik. És csak egyesnek kettesre. Halberstadti vezérlőkről egy pár szót szeretnék mondani. BY BDTE sorozat jelet viselő vezérlőkocsikat használaton vásároltuk Németországból, ahol amúgy az idei évben fogják őket véglegesen búcsúztatni. A vezérlőkocsi amúgy 433-as Cirmos Szilikkel és 480-as Bombardier AC2-es Traxokkal is tud ingavonati üzemben közlekedni. Most egy Cirmos van hátul, de az S50-es személyvonaton videóztam még annó, amikor közlekedett Traxos Halberstadti ingát. Igazából amit láthattatok Pécsen, az úgynevezett LSD inga szerelvény, és a tavalyi évben elkezdődött a személyvonati szintervnek az átruházása a halberstadti kocsikra, és a 826-os vezérlő lett az első. Thank you.
vagyunk Godisa állomásnál jelenleg, a 45-es számú vasútvonalat kiágazását láthatjuk. Halberstadti vezérlőről még egy-két információ. 46 ülőhely található benne, 8 kerékpár szállítására alkalmas a hodgyásztér, azt majd bemutatom még leszállás előtt, valamint, hát ugye ez mivel már tengerices Halberstadti, ezért ennek még 140 km per óra maximális sebessége. Ugye Halberstadtiknál nem mindegy, hogy milyen halbit nézünk. Egy tengerices Halberstadti tudja a 140-et, a tuskófékes Halberstadti viszont már nem, az már 120-ra van lekorlátozva. 40-es vonal lassújelek tömkelegével tele van a mecseki szakaszon. Éppensége most 80-nal robogunk. Itt vagyunk a kerékpár szállítása alkalmas résznél. Látjátok, hogy itt van a 8 kampó, most körbeforgok, és föl vannak nagyon szépen számozva ülőhelyek is, és a kerékpárhelyek is, ugyanis ez kerékpárhely egy váltása mellett vehető igénybe, közben kaposzszekcsőn haladunk. Igazából itt a csomag megőrző, de csomagot be lehet tenni meg minden, van szemetes, itt van a vezérállás ajtó és az ajtó, ami nagyon érdekessé, hogy a két tolóajtó egyszerre nyílik. Megérkeztünk időközben Dombovára. Hiába volt túrdészpont, mégis a már meg tud lepni. Ugyanis mivel késett a szembejövő Intercity, ezért az 5. vágányra rakta bennünket. Igazából amit nem mondtam még el, hogy a halberstadti vezérlő, úgy mint ahogy az egész mecsek Intercity, Pécs és Dombovár között felár megfizetése nélkül igénybe lehet venni. Úgyhogy innen UD-ról folytatjuk. Szabos Gaming voltam, sziasztok!